Petíciót küldött a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány László Imrének, Újbuda DK-s polgármesterének. Ebben azt írják, orvosszakértők, köztük neves professzorok is értetlenül szemlélik a 11. kerületi polgármester hezitálását a szuperkórház megépítésével kapcsolatban. Mint fogalmaznak, az állampolgárok felháborodását jelzi, hogy pár nap alatt több mint 5000-en írták alá a Dél-Budai Centrum Kórház megépítésért a támogatói ívet. Ez most a témánk, Barna. Köszönöm szépen, Lomnisi Zoltán alkotmányjogász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja, 5000-en írták alá a Dél-Budai Centrum Kórháznak a létesítését, azt az ívet, hogy azért ezt még meg kéne azért építeni. Érdekes, László Imre, a polgármester, azt mondja, idézem, mi sohasem mondtunk, hogy nem kell a kórház, nekem ugyan nincs beleszólásom, folytatja László Imre, de támogatom. Na most én elvesztettem a fonalat, mert korábban azért nem így nyilatkoztak. Klasszikus esete, jó reggelt kívánok, az ellentmondó nyilatkozatoknak a megválasztott DK-s ellenzéki polgármester, és bizony a fővárosi vezetés a főpolgármester részéről. Valóban a CÖF szóvivőjeként arról az örömteli hírről tudok beszámolni, hogy amellett, hogy kiváló orvosprofesszorok, Pap Lajos, Csókai András támogatják a CÖFCÖK a kezdeményezését. Úgy tűnik, hogy rövid időn belül sok ezer magyar honfitársunk fontosnak tartotta, hogy ezt a petíciót aláírja. Ezt online lehet egyébként aláírni. A CÖF honlapján, illetve közösségi oldalán megtalálható ez a petíció. És egyetlen egy üzenet van, hogy az ellenzéki politikusokat rászorítsuk két dolog. Az egyik, hogy tartsák be az ígéreteiket, illetve az egészségügyet ugyanúgy kezeljék prioritásként, mint ahogy a jelenállás szerint füllentették a kampányban. A második dolog viszont az, hogy nem szabad visszahozni a Dembski-Gyurcsány korszakot, mert 600 milliárdot akkor kivontak az egészségügyből, emlékezzünk vissza, kórházi napi díj, vizitdíj, gyógyszerfelírási díj. Volt az a kis kassa, vagy nem tudom, biztonsági szép. Igen, Horváth Ágneshez köthető. Nem is tudta kinyitni első körben a sajtótájékoztatón. Így van, a szép minden ágy mellé program. Ez is egy nagyon sikeres a magánbiztosítók bevonásának réme, ami aztán teljes káoszt hozott volna az egészségügybe, az alapellátás, a szakellátás leépítése. Na, ezt nem szeretnénk viszont látni, és a civilek hangját azt kénytelen meghallani, nem csak a polgármester, hanem a főpolgármester is ebben az esetben. Ezért is örömteli számunkra, hogy van lehetőség erről beszámolni, illetve az, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy számban támogatták a kezdeményezést. Érdekes. Azt mondta Karácsony Gergely főpolgármester rögtön a beiktatása után, hogy nélkülük, a budapestiek nélkül semmilyen új beruházás nem lett Budapesten. A kormány azt mondta, hogy ha a budapestiek nem akarnak egy beruházást, hát nyilván a kormány akkor nem fogja megvalósítani. De az aláírás számának növekedésével úgy tűnik, hogy a budapestiek mégiscsak akarják. Pontosan így van, ráadásul egy szakorvosi véleményt is csatoltunk mellékletként a petícióhoz. A Semmelweis Egyetem osztályvezető orvosától származik, aki elmondta, hogy ugyan még mindig Nyugat-Európában is, ahol több helyen dolgozott, működnek az úgynevezett pavilonrendszerek, ami Magyarországon is több helyen van, hogy különböző pontokon egy intézményen belül, vagy akár több intézményben összességében vannak meg egyébként összefüggő rendszerek, kardiológia, érsebészet, szívsebészet, illetve említhetnénk a sztrókot, a sztrók vizsgálatára szakosodott, a adott esetben ugye a képalkotó rendszerek összehangolását lehetővé tevő szisztémákat, ami azt jelenti ugye, hogy van, ahol CT van, van, ahol MR van, van, ahol PET-CT, és itt leragadnék egy pillanatra, mert nyilván egy fókuszcsoporttal a főpolgármester megvizsgáltatta, hogy jól hangzik-e, jól cseng ez a CT, és akkor ezzel kampányolt. Ugye a
komputer tomográf az egyébként egy sugárzással járó, de kétségtelen tény, hogy egy nagyon fontos berendezés, amely például a daganatos betegségek kiszűréséhez egy elengedhetetlen gépnek, egészségügyi gépnek és eszköznek számít. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy nincs tisztában a főváros valós helyzetével a főpolgármester, mert ugye ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter is elmondta, hogy jóval több CT van ma Budapesten, mint ahány kerület. Illetve... Igen, azt mondta a főpolgármester úr, hogy ameddig nincs minden kerületben CT, addig nincs stadion, és erre mondta a miniszter úr, hogy 23 kerület van Budapesten, és 27 CT. Pontosan így van, illetve a mágneses magrezonancia vizsgálat is, ez a bizonyos MR is több ponton rendelkezésre áll, valamint hát már kevésbé korszerű, de bizonyos vizsgálatok ellátására alkalmas röntgengépek számos szakrendelőben rendelkezésre állnak. Még egyszer a stadion stopról. Úgy látszik, hogy az összefogás kezd megbomlani, mert Gajda Péter polgármester, kispesti polgármester azt mondta, hogy márpedig a Bozsi stadion ott meg fog épülni. Hát majd ezt ők lesugázzák akkor a főpolgármesterre, vagy hogy van ez? Az Egészséges Budapestért program tervei szerint 4 ilyen centrumkórház épülne, ezt még hadd mondjam el, mert a sporttal szorosan összefügg, elnézést. Ugye csak arányaiban jelezném, hogy ez 1,2 millió embert látna el, a Szent Imre kórház, amelyet felújítottak, az 350 ezer ember ellátására képes 44 ezer négyzetméter, ennek a négyszerese lenne az új centrumkórház. De itt a lényeg, hogy valóban a sportberuházások blokkolásával azt az üzenetet is érzékelhetjük az ellenzék részéről, hogy számukra az egészséges életmód nem fontos. És azt tudni kell, hogy például az Egyesült Államokban olyan biztosítási rendszerek vannak, ezt egyébként ők favorizálták, a magánbiztosított, nem árt, ha tudják, hogy aki nem él egészségesen, bizonyos például cégeknél monitoringozott edzésekre nem jár el, az drágább egészségügyet fizet. Magyarországon ilyen rendszer nincs, de azt hiszem, hogy elvárható, hogyha a kormányzatnak van egy gyakorlatilag egészségügyi életpálya modellje, egy mintája a magyar emberek számára, ennek az ellenzék ne tegyen keresztbe, és bizonyos sportlétesítmények visszaszorításával, a fiatalok sporteszközökhöz, sportintézményekhez jutásának megakadályozásával ebbe a folyamatba belerondít teljesen egyértelműen az ellenzéki polgármesterek, illetve a főpolgármester is. Ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász, köszönöm szépen. Köszönöm én is.